Elmentünk a legfurcsább helyekre Prágában. A prágai utazás mellett sikerült felfedeznem, hogy a város tele van furcsa és indokolatlan épületekkel vagy helyekkel. Úgy döntöttünk, hogy mindenképp ellátogatunk ezekre a helyszínekre, így egy kicsit más szemszögből tudom bemutatni nektek a várost. Szóval semmiképpen se egy utazós vlogot várjatok, hanem készüljetek fel a legbizarabb élményekre. Kezdjük! Na, szóval az első furcsának mondható hely, ahová el fogunk jönni, az a Varázslók múzeuma. Varázslók és alkimisták múzeuma, hogy ezt fogjuk megnézni. Én ilyet még soha nem láttam, szerintem ez kifejezetten furcsa, úgyhogy ez lesz az első hely. Összességében egy apró, de nagyon érdekes hely volt, aminek megvolt a saját hangulata. Fun fact, hogy az egyik falra még magyar szöveg is volt írva. Kijöttünk a Varázslók múzeumából, azt kell mondjam, hogy jó volt, izgalmasabb volt, mint egy átlagos múzeum. Volt egy idegenvezetőnk is, aki csak csehül beszélt, úgyhogy abban nem értettünk semmit, de kicsit hozzáadott az egésznek a hangulatához, mondtam is neki, hogy olyan volt, mintha egy ilyen varázsló nyelven beszélt volna hozzám. És belefújtad az orrodat. Ez komoly. Andris is mindig ezt csinálja. Jó veletek. Jó mellettetek csinálni bármit is. Ezután találtunk egy árust, aki matroska babákat árult. Sajnos Orbán Viktort nem találtunk, pedig elfért volna. Aztán megnéztük az órát, amiről a Harry Potterben lévő tornyot is mintázták. Majd elérkezett az egyik legérdekesebb helyszín, a Szex Múzeum. És hogy még jobban kimaxoljuk a furcsa múzeumokat, elmentünk egy kínzóeszköz múzeumba. Többbe szartam. Pont az volt az egészben a legviccesebb, hogy amikor jöttem, azt hittem, hogy ez vagy te. Igen. Ami rád nézve egy kicsit sértő, ne haragudj. De aztán rájöttem, hogy nem te vagy, azt megjelentél te. Miután egy szívrohamot kihordtam lábon, találkoztunk egy napszemüveges kutyával, átverekedtünk a tömegen a Károly hídon, majd pedig a prágai tévétorony felé vettük az irányt. Szerintem kétségtelen, hogy elérkeztünk az egyik, ha nem a legfurcsább helyhez, ami megmagyarázhatatlan tulajdonságokkal rendelkezik. Biztos gondolkoztatok már rajta, hogy miért lehetnek mászóbabák egy tévétornyon. Én még soha. Most talán választ kapunk erre, ugyanis meg fogjuk nézni itt Prágánál ezt a tévétornyot, ahol vonalkód fejű babák másznak. Ez ennyi. Nézzük meg! Igen, erről nem lehetett több mindent elmondani, ezek babák voltak, akik másztak egy tornyon. Eléggé indokolatlan. Ezután pedig átmentünk egy étterembe, ami főként a felszolgálásukról híres. Na jó, és a következő helyszín az úgynevezett Railway Restaurant, ahol egy kis vonaton fogják kihozni a megfelelő mennyiségű alkoholt. Meg is mutatom, hogy van itt egy ilyen kép, és ez azt mutatja, hogy egy kis vonaton fog érkezni elvileg 4 darab sör is. Úgyhogy ez a kóstolásunknak teljesen megfelelő, de még akár a furcsa helyes részbe is elférne ez a hely. Úgyhogy nézzük, mit tartogat. Én meg voltam elégedve ezzel a helyel. Te is? Én is. Szerintem ez az egyik legegyedülállóbb és leghangulatosabb hely, ahol voltam. Tök jó ötlet, tök jó koncepció, és furcsa is, még a videómban is jó volt, meg egyébként helynek is jó. Szóval, hogyha valamit úgy meleg szíven ajánlhatok esetleg, akkor ezt mindenképpen mondanám, mert ez tök jó volt. És ha bár furcsa és szokatlan az, hogy van mögöttem számra pontosan 34 darab pingvin, ezek már 2008 óta állnak itt. És... itt vannak a bébik! Éppen próbálom csinálni az olyan kontentet, aminek van értelme. És mond valamit, erre itt vannak a vonalkód fejű seggés babák. Nem hiszem el. Tudom meg? Jól van, örülök. Örülök, hogy visszatértünk a régi jelentés nélküli
ásatani videókhoz. Szóval a pingvinek, amellett, hogy a globális felmelegedés egyik legérintettebb állatai, a szobrok újrahasznosított műanyagból készültek, így tehát a környezetvédelem jelképévé váltak. De ha már az állatoknál tartunk, akkor fontos elmondani, hogy Prága tele volt kutyákkal és kutyasétáltatásra alkalmas helyekkel, ami egy óriási pozitívum. De mivel ez egy furcsa helyekről szóló videó, nem ragadhattunk le, ezért elmentünk az egyik legbizarabb helyre, ahol valaha jártam. Nem jövök vissza soha többet. Mi ez a hely? Miért van itt ez a kis ember? Mi ez a nő? Mi megy a tévében? Hova kerültem? De hozzátartozik az egész videóhoz, hogy az attrakció, amiért eljöttünk ide, az ez. A szobor tulajdonképpen így néz ki, nincsen igazából felső teste. A nyíláshoz tulajdonképpen föl lehet mászni. Ezt most akkor megteszem. Talán szerintem elmondható, hogy ez a legfurcsább hely, ahol jártunk. Van egy kis diszkomfort érzetem is. Mi van? Neked mi volt a lyukban? Nekem valami világító cucc. Ez lehet, hogy felvesz videóra? Hello? Elmondható, hogy ezek után most már bárhova megyünk. Egészen biztosan ez a legeslegfurcsább hely Prágában, úgyhogy megtaláltuk. Ha valaki szeretné megnézni, ijesztő a hely, de mindenképpen megéri eljönni valakinek, aki olyan hülye, mint mi.